meg is van húzva neki, jó. De mi, aranyosan már megoldottad? Hát jó. Kicsit időt, azt ennyi. Nem kell húzni, biztos? Nem? Akkor engedd. Akkor engedd őt, így van. Jó. De édesek. Jó, jöhet sorba a többi. Első esés meg volt a Norbinak. Na, akkor hozzuk ezt, és utána hozzuk a cikéjéké. Igen, jó. Így van, az is jön a kicsike. Figyeljetek a kicsire, mert az 5 percet sétált aranyosan a cikéjéké, azt olyan rodeót csinált. Tehát egyikbe se szabad megbízni, akkor így akarom mondani, na. Jó, jó. Jöjjenek sorba, kin legyenek, utána megyünk a kis padikba, szlongyozzuk a izét. A csikókat újra. Hogy? Meg lesznek mozgatva előtte, de a csikón egyik a fejem már ültek. A két kanca, majd a Pali mondja. A gurtira, szólj nekik, a gurtira, nehogy olyan legyen, hogy épp hogy jó, hátra megy a cég. Csak inkább nem jön ki a ló addig. 100%-os jó gurtni, amint tudok húzni majd. Két kanca legfontosabb, hogy itt legyünk. Hát hogyne, hogy egybe legyenek itt. Jó, odafigyelni, aranyos az is, csak jobb a béke, na. Velki is, velki alatt ide! Simmelú stadi, come on! Jó van, megtörnek ők egy idő után, hát azért vannak még bakozás. Szürke azért még nem akarja föladni, de hát árnyék a tegnap előttinek. Tegnap sem volt már olyan szép. Na akkor most itt látjuk a Pavel kancáját, nagyon szép kis kompakt kanca. Mindene megvan, tip-top. És a gyönyörű szürke, én azt mondom, hogy az verseny jó lesz. Ja, nagyon tetszik ez a szürke. Nem a mocsoksága miatt, hanem úgy, nem tudom, összességében, szimpi. Na, tehát jön ide a nagysárga, jön ide a Zoliéknak a kis feketéje, és a kis pellyel már megvoltunk, ültünk is rajta kin, jön akkor a Pavel csődike, még meg a sárga, majd a, mint csődörök. Úgyhogy nagyon jó haladunk, föl szeretnénk, ha nem itt kin, de akkor fönn ülünk a boxba mindegyikre. Azt addig el nem megyünk, míg föl nem ülünk rájuk. Az 100 millió százalék. Lehet az szürke, lehet az akármelyik. Úgyhogy haladgatunk, kész. Ebben nem ismerek tréfát. Közben lovasítást is csináltam, úgyhogy ilyen mindenhol vagyok, itt is, meg ott is. Jó, csak minden ugye balesetmentesen történnek a dolgok. Hát veszélyes dolgok. A lovat se csesszük el, úgyhogy azért elviccelődünk itt, de azért agyba azért ott vagyunk. Ettől nem féltettem soha magam. Mindenki hülyének gondol, de azért tudom a dolgom, ez a lényeg. Anyám is ezt mondta. Fiam, tudod a dolgot. Hogy ment? Tudsz minden, trappocska, bóklász, össze-vissza, jó? Kényelmesen. Ügyikén. Ábecsődi és Szabina. Csak le ne es még ráadásul. Jó? Jó, csak ő már friss, tudott, hogy nem sokat dolgozott. Jó, van kicsi. Ügyesek lehetek aztán, hát sajnos az élet ilyen. Sajnos. Jó, most már képbe vagyok. Jó. Állj meg itt egy kicsit, pillanat. Nem, a sötét. Nem jó. Jó, menjél vele inkább, menjünk. Igen, én azt hittem, hogy teljesen katával beszélek. Azért mondtam neki, hogy üljön a HX azon, a figyelj, le ne ugorja. Na menjél vele, állj. Frissán mondom, friss, ne bízd meg benne, tudom, mondom neked. Én látom a lónak a szemén, hogy most frisseskedik, vagy okoskodik, vagy szemét. De ő nem szemét, hanem huncutkodik. Na menjél, ügyes legyél, menjél órákra. Na, megjött nagy sárga. És most jövünk, akkor kezdünk, kezdhetünk a sárgával is, jó, meg kell ondzsoznunk. Alatt kony zsebet, a potom Pavel zsebet. Hát verheti. Idáig hogy volt? Fölkötöttük? Már nem is tudom. Nem? Hát igen. Mert konkurnál még fél méteres pigli van, de... De te pigli horú, a uvázat! Bolja, jaja! Pali, erre figyelj, mondom, mert tegnap édeske volt, aztán bakozott, de én nem szóltok egyikre se, olyan tündériek. Becsukni a kaput finoman. Piglit, azt izét kössz fel ott neki. Ott segíts, amit. De figyeljetek, mert csikók. Jó, nem baj, ha ide jönnek, majd ebben kell összeszokniuk. Ugye ő az új. Druhisztrányi. Kontroll. Figyelj Norbi a cigire, vagy a izére. Nem hirtelen. Nem, csak szép, ők haverok, ők együtt vannak. A fekete lesz neki új. Melyiket vigyék, mindegy, nem? Melyiket? A sárgát a lentivel. Hopp, jó van. A sárgát? Igen, a sárgát is, a Pavel csődör, és ennyi. Utána ezekre ülünk a boxba. Mi? Meg kell zavarni majd itt őket. Oké, ne kapkodj, nyugi van. Hát hogy akarsz még fölülni a szürkére? Meg kell mozgatni őket.
Én lonjozni nem szeretek, csak a lefárasztásból igen. Igen, és utána megmozgatjuk. Pontosan. De szerintem a Peti gyerek itt tud valami, csak kéne repüljenek itt a korláton. Tehát zavargatni finom, mert itt annyi rés van. Oké, enged! Enged! Az Olika. Hopp, jaj, szegénynek most új csapatba. Jó, hopp, hívasz meg. Ez mindig bemegy, a sárga az mindig bemegy. Figyelj, megint elkezdte a szürke. Szürke az nem akarja föladni. Maradjunk itt egy kicsit, fiúk, azért az először van itt a fekete. Nehogy baj legyen, és idegen csapatba. Jó, itt figyelj. Jó, ügyes ő. Jó van. Ezek haverok lesznek. Pavel sárgával. Le. Nézd oda. Zolikém, láttad ezt? Leveri a 18 ezrest fogva. De tényleg jó pörög, ez szerintem nem volt rossz vétel a kis fekete. Mindene megvan, korrektül. A Sakira vékonyabb, kisebb volt, de ugyanilyen feje volt. Opp, az anyád úr! Miket? Remélem jó meghúztuk a gurtnikat. Sajnos muszáj, addig akár bakozik, nem szabad elengednünk. Mert a hátra megy itt, azt akkor... Jó, ide te alatt, szedlom. A lunchbú, de víz. Ampatom szegyek. Mindegy még. Most hova mi? Mert azon is tudom. Hát a csődöröket vigyél te. Valami kettő. Tam, yes. Hát oda a kispadikba. Tam alatt, zsebe. A kispadikba, persze. Kispadik azért van így. Hát majd utána ezekhez jövünk. Majd jövünk ide ezekhez.